ott vagyok közöttetek. Úgyhogy köszöntünk téged, drága Úr Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy kinyilvánítod magad ma maga közöttünk, Uram. Szeretünk téged, Uram. Imádunk téged, Uram. Drága Szent Szellem, Köszönöm, hogy te adsz szavakat a szánk megnyitásakor, és kérlek, atyám, hogy te szólj hozzánk, formálj bennünket, vezes bennünket, segíts nekünk, Uram. Elismerjük, Uram, hogy szükségünk van rád ebben a pillanatban is, ebben az órában is, egész nap, egész héten, és az egész életünkben, Uram. Te vagy az élet is, te vagy a mindenünk, Uram. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy megtaláltál, hogy örök életet adtál, hogy folyamatosan támogatsz bennünket, Uram, hogy sosem hagysz el, hogy mindig velünk vagy, velünk vagy a bajban, velünk vagy a, az örömben. Veled együtt megyünk keresztül nehéz helyzeteken, és veled együtt örvendezünk, a, amikor a Te kegyelmed megnyilvánul az életünkön, Uram. Hálásak vagyunk Neked, hogy megtaláltál bennünket. Uram, felmagasztaljuk a Te nevedet, szeretünk Téged, Jézus, legyen áldott a Te neved. Amen. Amen, 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 amen. Kérlek, foglaltok helyet, Isten hozott titeket. Örülök, hogy ma is eljöttetek, itt vagytok. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Halleluja. A múlt héten elkezdtünk valamiről beszélni, de aztán eléggé elkanyarodtunk, és úgy éreztem, hogy nem fejeztük be azt a üzenetet, amit elkezdtünk akkor. Úgyhogy igyekszem megtalálni, hogy hol is voltunk. A Máté Evangélium 22-ben voltunk, és a 36-os verstől néztük már a múlt héten is, úgyhogy most egy kicsit még szeretném, hogy menjünk tovább ebben, mert hiszem azt, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát Máté Evangélium 22. fejezet, és a 36-os verstől Mester. Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Kérdezték Jézust. Jézus pedig mondanékik. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Álljunk meg egy pillanatra, ismeritek a történetet, ismeritek az igéket, és ezt nagyon jól teszitek, dicsőség Istennek. Amikor Jézust megkérdezték, hogy mi a nagy parancsolat? Mi a legnagyobb dolog? Mi a legfontosabb dolog az életben? Azt gondolom, hogy néha jó lenne magunktól megkérdezni, hogy nekem mi a legfontosabb az életben? Neked mi a legfontosabb az életben? Mi a legnagyobb dolog a te életedben? Mit értékelsz a legtöbbre? Mi az, ami a számodra a legfontosabb az életben? Halleluja! valakivel beszélgettem, és mert nem emlékszem, hogy ki mondta ezt pontosan, de beszélgettem vele, és azt mondta, hogy olyan sok dolog történt vele, jó dolog történt vele, az Úrral való kapcsolata annyira megerősödött, mióta így többet van a négy fal között, így ez a vírusos időszak alatt, de mondott egy érdekes dolgot, ami a számomra kulcs ebben a dologgal kapcsolatban, hogy Őszintén fordult az Úrhoz, őszintén mondott neki el dolgokat, őszintén tett fel kérdéseket az Úrnak. És arra bátorítalak, hogy ezt ne becsüljük alá, azt, hogy milyen sokat jelent az, amikor őszinték vagyunk saját magunkhoz. Tudjátok, ez az egész világ manapság olyan, hogy mindenki mutat egy arcot kifele megnézed a Facebookon mindenkinek az életét, ha csak a Facebookot nézed, akkor azt látod, hogy csupa boldogság az egész élete. Nem? Sok embernek megnézitek a Facebook oldalát, akkor akkor kitesszük a szép képeket, kitesszük, amikor mosolygunk, kitesszük, amikor grillezünk, kitesszük, amikor minden rendben van, nem tesszük ki, amikor a paplant a fejünkre húzzuk, amikor fájdalmaink vannak, amikor csalódottak vagyunk, amikor a dolgok nem mennek jól, mert azt akarjuk, hogy az emberek jót gondoljanak rólunk. Nincs is ezzel semmi baj, csak egy olyan hozzáállás alakulhat ki az emberbe, hogy, hogy igyekszünk mindig a jót mutatni kívülről, hogy a kívülállók azt lássák, hogy minden rendben van, holott mindenki tudja, hogy mindenkinek az életében azért vannak más pillanatok is, ha néhány is, de akkor is, és... Nem jó, hogyha ezt a hozzáállást átvisszük az Istennel való kapcsolatunkba. Tehát nagyon fontos az, hogy legyünk őszinték. Én nagyon bátorítalak arra, hogy legyél őszinte magadhoz. Mondd el, hogyha valami úgy érzed, hogy hát ez nem tetszett, ez nem jó, ez nem esett jól, ez bosszant, ez idegesít, ez frusztrál, ennek nagyon örülök, ez nagyon jól esett. Tehát nagyon fontos az, hogy legyünk őszinték magunkhoz. És tudjátok, mit lehet, hogyha száz embert megkérdeznél, hogy mi a legfontosabb, főleg a hívőket, akkor nagyon szép dolgokat hallanál, biztos vagyok benne. És főleg, hogyha egymást hallanánk, akkor ebből tudnánk ötleteket meríteni, hogyha ő mondott, igen, az nekem is fontos. Az is fontos nekem, ez is fontos nekem. De végül is, hogyan lehetne ezt lemérni, hogy mi a fontos nekem? Hogyan lehetne azt lemérni pontosan, hogy mi a fontos neked? És mi lenne, ha erre a kérdésre most megpróbálnátok válaszolni hangosan? Hogyan tudnátok leellenőrizni engem, vegyünk engem, hogy mi a legfontosabb nekem? Milyen jelei vannak annak, ha valakinek valami nagyon fontos? Légy szíves, segítsetek, válaszoljatok. Rólam van szó, jó, egyedül rólam van szó, és ti vagytok a bírók, akik megállapítjátok, hogy mi a fontos nekem. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ez egy kemény volt. <laughs> Ezt hogy mondanád el a saját szavaiddal? Amire pénzt szánsz, meg időt, az fontos. Lehet, hogyha azt mondanánk, hogy amire a legtöbb pénzt szánod, és a legtöbb időt, az a legfontosabb. Igen, ez egy nagyon jó, jó gondolat. Segítsetek még, hogy hogyan tudjátok megállapítani, hogy mi fontos nekem igazán, igazán. A cselekedeteimet nézni, de oké, és hogyan? Mi, mi, mit nézni rajtuk? Kicsit még konkrétabban fogalmaz meg, légy szíves. Jó, jó az irány, azt hiszem, hogy amit teszek, ugye a cselekedeteimet néznéd meg, hogy mit teszek első helyre, hogy ez meglátszik a cselekedeteimben. De hogyan? Mindig meglátszik, amit első helyre tesz az ember a cselekedeteiben, ez mindig meglátszik a kérdés az, hogy mi az, amit első helyre tesz, ugye? De hogy hogyan látszik ez meg, hogy a cselekedeteiből az embernek? Igen, tehát hogy, hogy. hogy hogy az egy kérdés, és ezt megnéznétek, hogy én mondok valamit, hogy mi a legfontosabb nekem, de hogy ahhoz képest mit teszek, hogy azt teszem-e valóban, a cselekedeteim azt igazolják, ezt akarjátok mondani, mint amit a számmal is mondok, hogy na ez a legfontosabb nekem. Nagyon jó. Szuper. Nagyon jó vagytok. Mondjatok még valamit. Hogyan lehet még megállapítani rólam azt, hogy mi fontos nekem? De nem is csak azt, hogy mi fontos, tehát igazából a, a, a legfontosabbat szeretnénk megtudni. Mert sok minden fontos, Az ember életében nagyon sok fontos dolog van, de hogy mi a legfontosabb? Amiről a legtöbbet beszélsz. Nagyon jó, nagyon jó. <laughs> nagyon jó. Segítsetek még, hogy hogy, hogy lehet ezt így megtudni. Ez azért fontos, mert hogy nem lenne baj, ha időnként megvizsgálnánk magunkat, és tudnánk azt, hogy mi alapján tudjuk megvizsgálni magunkat, hogy mi a igazán fontos nekem. Nagyon jó volt az első gondolat, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tulajdonképpen nagyon sokszor önmagában ez elég. Nézd meg egy embert, hogy mire költi a pénzét és egyből tudni fogod azt, hogy mi a neki a legfontosabb. Hogy mire költi a pénze nagy részét, az neki a legfontosabb. Van, aki az autójára költi, van, aki az otthonára költi, van, aki, különféle, van, aki ruhákra, cipőkre, van, aki telefonra. Mire költöd a pénzed nagy részét? Hát ez egy kiózanító gondolat, én azt gondolom, hogy ezen úgy érdemes elgondolkodni, te tudod, hogy mire költesz mennyit, és akkor, amikor így ezt így megnézed, hogy mire, lehet, hogy, lehet, hogy élelmiszerre többet költesz, mint amire gondolod, hogy neked a legfontosabb, nem? Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik, amikre több pénzt fordítunk, mint másokra, pedig azt mondjuk, hogy igazából ez nem is olyan fontos nekem, nekem az a fontos. Na jó, egy másik kérdést szeretnék feltenni, és nagyon örülnék, ha erre is megpróbálnánk válaszolni, hogy ugye megkérdezték Jézustól, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Nyilván itt a Mózes törvényére gondoltak, itt írott dolgok vannak, és Jézusnak Azokból kellett válogatnia, hogy mi a legfontosabb, mi a legnagyobb. De Jézus nem kellett sokat gondolkodjon rajta, egyből rávágta. Ha megkérdeznek minket, nagyon jó, ha mi is egyből rá tudjuk vágni. Mi a legfontosabb az életben? Jézus azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. <kül> Bocsánat. Hallottam prédikátorokat, akik prédikáltak erről, és azt mondták, hogy nem az a fontos, hogy én mennyire szeretem Isten, mert az én, szeretem, én szeretetem Isten felé, ez ingadozik. Hétfőn fönt van, kedden lent, szerdán még lejjebb, csütörtökön még lejjebb, aztán vasárnapra föltornázzuk, aztán megint megy le, és ez ilyen nagyon változó. Az a nagyon fontos, hogy Isten mennyire szeret minket, mert az ő szeretete az állandó. És van ebbe igazság, de a kérdés az, hogy Jézus miért mondta azt, hogy az a nagy parancsolat, az az első és nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat. Ha nem ez lenne az első, miért mondta volna Jézus, hogy ez az első? Miért nem mondta azt, hogy az az első, hogy szeret az Úr te Istened? Úgy, ahogy vagy, mindenestől. Szeret az Úr te Istened úgy, ahogy vagy? Ez a legfontosabb, hogy Isten szeret téged. Mert ez is igaz, nem? És ez is nagyon fontos, de amikor megkérdezték, ő mégis azt mondta, és ha megnézitek, a Biblia elejétől szinte a végéig végig vonul ez a gondolat, hogy Isten elvárja tőlünk, szeretné tőlünk, ha mi viszont szeretnénk őt. Ő előbb szeretett minket, de örül annak, ha mi viszont szeretjük őt. Ez a legfontosabb. És a második, ahogy mondja Jézus, hogy <kül> hogy ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez szerest fele barátodat, mint magadat. Ebben is sok üzenet van. Az egyik az, hogy szeretnünk kell magunkat. Hogy Miért? Mert hogyha nem szereted magadat, de így szeretsz másokat, ahogy magadat nem szereted, akkor másokat sem fogsz szeretni. Márpedig Isten szeretné, hogy szeressük a többieket, úgy, ahogy magunkat szeretjük. Általában egyébként az ember magának, ahogy mondja az ige, hogy senki maga, maga ellen rosszat nem akar. Tehát mindenki ápolgatja, táplálgatja a maga testét, finom dolgokkal szereti táplálni a testét, jót akar magának. Azt szeretném mindenki lehetőleg, hogy ha nem tudok jót tenni magamnak, akkor mondjuk ártani ne áll csak hogy akkor fájdalmat ne okozzunk már szándékosan magunknak és inkább jót akarunk, és azt mondja Isten, hogy ugye ez a második, hogy így szeressük a fele barátunkat. De egy kicsit én mégis ma az elsőn szeretnék időzni. Ugyanis azt gondolom, hogy olyan jó lenne, ha minden hívő szívébe, elméjébe világos lenne az, hogy ez mit jelent, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert ez nem olyan bonyolult dolog, de mégis annak tűnik. Olyan elvonnak tűnik, mert azt mondja Isten igéje, hogy Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Hát én a szívemről nem sokat tudok, ott van valahol bennem, de hogy tudok én teljes szívvel szeretni? Üh, és hogy ez mit is jelent? Megnézhetnénk az egyszerű fordítást is, hogy ez hogy hozza. Egy a Máté Evangélium 22-t keresem az egyszerű fordításban. Máté Evangélium 22. És a 37-es verset. az egyszerű fordítás 36-tól olvasom, így szól, hogy Mester, melyik a legfontosabb parancs a törvényben? Ő így válaszolt. Szeresd az örökkévalót Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel, ez az első és legfontosabb parancs. A második hasonló, úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. E két parancsolat az egész törvény és a proféták írásainak az alapja. <kül> Hogy fogalmaznánk meg azt, hogy mit jelent szeretni Istent? És ha őszinték vagyunk, akkor hogy fogalmazzuk meg magunknak? Mit jelent az, hogy szeretni Istent? Lehet, hogy kérdezhetném úgy, hogy te hogy szereted Istent? Te hogyan fejezed ki Isten felé, hogy szereted őt? És ez nagyon érdekes, mert ez a szeretet a világon a legfontosabb dolog. A szeretet nyilván Isten maga, és ez a legfontosabb az egész életben. Mégis a szeretet az, az ehhez a szóhoz, hogy szeretet nagyon sok minden hozzá tapadt, ami valójában nem az. Például az angolba van egy olyan kifejezés, hogy making love. A love az a szeretet. Szeretetet csinálni, de mégis ez a making love, ez az azt jelenti, hogy szeretkezni. Nem biztos, hogy ezt jelenti a szeretet. Nagyon sok minden van, amire azt mondjuk, hogy szeretem, szeretek valakit, és tudjátok, hogy vannak anyák, akik úgy szeretik a gyermekeket, hogy szinte megfojtják őket vannak emberek, akik a párkapcsolatban azt mondják, hogy én nagyon szeretem a páromat, olyan boldogát tesz engem tulajdonképpen ilyenkor nem a másikat szeretjük, hanem saját magunkat, és azt szeretjük, ahogyan ő hatással van rám, hogy amikor vele vagyok, akkor én olyan boldog vagyok, annyira szeretem őt, hogy én nagyon boldog vagyok. Hogy, hogy igazából ilyenkor is tulajdonképpen magunkat szeretjük, ami nem baj, ahogy beszéltünk róla, kell, hogy magunkat szeressük, mert nem tudunk addig másokat sem szeretni, de hogy mit is jelent valójában az, hogy Istent szeretni. Hogyan kell ezt csinálni, és, és mit, mit akar ez? Jó lenne, hogyha annyira egyszerű lenne mindannyiunk számára, és annyira megértenénk ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy a végén csak egy döntés kelljen, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor én ezt megteszem, mert tudom, hogy mit kell, megtegyek. De azért segítsetek nekem, hogy mit jelent az, hogy szeretni Istent? Hogyan kell ezt csinálni? Hogyan lehet ezt megtenni? Mondjatok egy-két dolgot nekem, kérlek, hogy mit jelent ez, hogy szeretem Istent? tudjátok ezt úgy, hogy legyetek bátrak, jó? Hiszen ezt minden nap cselekszitek, és ez a legfontosabb, és ezzel töltitek a legtöbb időtöket, úgyhogy biztos megy ez. Legyetek bátrak, hogy hogy is, hogy is, értjük ezt, hogy akkor mit is jelent -e? Ha, tehát ha ismerem Istent, és Isten teszem az első helyre, és megtartom az ő parancsolatait, akkor ezzel, pontosan ezzel kifejezem azt, hogy szeretem őt. Így van. Ez több helyen is mondja az ige, több helyen is néztük, de most szeretném, az Úr fölhozott így az Isten előtt egy, egy igét, egy új helyről, amit még mostanában nem néztem, és szeretném, hogy nézzük ezt meg, jó? Kérlek, hogy lapozzatok el az Efézusi Akozét levél második fejezetére. Én az egyszerű fordításból fogom olvasni, és nagyon érdekes dolgot fogunk itt látni. Azt mondja itt az igen, tehát az Efézusi Akozét levél második fejezet első versétől. Régebben szellemileg halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Itt álljunk meg egy pillanatra, amikor ezt így olvastam megdöbbentem. Azt mondja itt az ige, hogy <coughs> azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik, ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Tehát akik nem engedelmeskednek Istennek, azokon keresztül azt mondja itt a Biblia, hogy, hogy egy gonosz szellem működik. Nézzük meg még egyszer, tehát régebben szellemileg halottak voltatok, védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek akárcsak a többi ember, jelenlegi korszakhoz igazodva, azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Valamikor mi is minnyáján közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk, saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Amen. Hát mit mondott itt az ige? Azt, hogy Régen mi is ilyenek voltunk, amikor még nem engedelmeskedtünk Istennek, akkor még minket is az a gonosz szellem irányított, akik most is irányítja azokat, akik nem engedelmeskednek Istennek. Milyen érdekes. Az előbb azt mondtátok, hogy abban, abból tudjuk kifejezni Isten felé a szeretetünket, hogy ismerjük őt, ismerjük az ő parancsolatait, és azokat megtesszük. Engedelmesek vagyunk Istennek, más szóval. Azzal, hogy engedelmes vagy Istennek, amit ő neked mond, ezzel kifejezed azt, hogy te szereted őt. Ez egyszerű, nem? Itt látjuk azt, hogy azok, akik nem engedelmeskednek nekik, azok egy gonosz szellemnek engedelmeskednek. És ez nagyon fontos észrevenni, hogy ha ismerjük Istent, és tudjuk róla azt, hogy ő maga a szeretet. Amen. Ő előbb szeretett minket. Azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hálásak vagytok ezért? Hálásak vagytok, hogy Isten szeretett előbb, hogy ő az egyszülött fiát odaadta, nem kérdezte meg, nem vizsgálta, hogy te méltó vagy rá, nem nézett semmit. Egy dolgot nézett, hogy ő szeret téged. És annyira szeretett, hogy a számára legértékesebbet odaadta, érted és értem. Halleluja! Dicsőség Istennek! De nagyon fontos azt látnunk, hogy ha ez megérint bennünket, ha megérint bennünket az, hogy Isten mennyire szeretett, hogy milyen jó hozzánk, vannak, akik ma azért vannak életben, mert. Isten meggyógyította őket, Isten gyógyította meg őket, és ők tudják, hogy Isten gyógyította meg őket, és ma életben vannak, pedig halottak lennének, ha nem gyógyította volna meg Isten. És ők hálásak Istennek. Amen. mert hálás le, ne, nem hiszem el, hogy bármi más legyen valakinek a szívébe, aki azért van ma életben, mert Isten megmentette. Hálás a szíve. És a hálás szívünk mire indít bennünket, hogy kifejezzük a hálánkat, hogy hogy, hogy viszont szeressük azt az Istent, aki ennyire szeretett bennünket. és hogyha már ez van a szívünkben, akkor nagyon jó tudnunk azt, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. Én mindig bajba vagyok, <hogy> például valakinek ajándékot kell vásárolni, és nem tudod, hogy mit vegyél. Nem tudod, hogy minek örülne, vagy vagy á, mi lenne most a jó ajándék, és ez olyan kellemetlen a számomra mindig kiválasztani valamit, és reménykedni benne, hogy vajon ez tetszeni fog-e neki. Mindig nagyon könnyű nekem azt e, akkor ajándékot választani, ha tudom, hogy valaki erre vagy arra vágyik, ennek vagy annak örülne, akkor csak az a dolgom, hogy, hogy megtaláljam nekik azt, amiről tudom, hogy örülnének nekik. Amen. A jó hír az, hogy Isten nem rejti véka alá, hogy mi az, aminek ő örülne. Nem rejti véka alá azt, hogy mivel tudsz neki örömet okozni, mivel tudod kifejezni a szeretetedet nagyon világosan, nagyon tisztán, újra és újra közli azért, hogy csak az a kérdés maradjon a szívünkbe, hogy meg akarjuk-e tenni, vagy nem. Akarja, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami, ami tetszik neki. Kérlek, hogy lapozzunk el a János Evangélium 14. fejezetéhez, vagy várjatok egy pillanat, hogy ezt még egy kicsit tovább olvasom itt az Efézust, és utána megyünk, jó? Tehát ott tartottunk, hogy hogy a hármas verstől, tehát valamikor mi is minnyáján közé tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk, saját elgondolásainkat törekedtük megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket. Ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket. Halleluja! Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Isten így akarta megmutatni, még a jövendő korszakoknak is, kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, aki Krisztus Jézushoz tartozunk. Halleluja! Tehát, hogy oké, okay, hogy Isten jogos haragja várt volna ránk, de Isten annyira kegyelmes volt, hogy megszabadította bűneinktől, hogy Krisztussal együtt új életet adott nekünk. Új életet. Majd erről fogunk lehet egy kicsit olvasni, hogy egy új életed van, ha odaadtad az életedet Jézus Krisztusnak, neked egy új életed van, és valami meg kell, hogy változzon az életedbe, ha te Jézushoz fordulsz. Ma éppen hallottam egy bizonyságot valakiről, aki nemrég ugye elfogadta Jézust, és hogy azt mondták, hogy teljesen megváltozott, hogy 180 fokot fordult, és hogy teljesen más lett. Dicsőség Istennek. Hiszem azt, hogy ez a megtérésnek a gyümölcse, hogyha valaki megtér, odafordul Jézushoz, akkor meg kell, hogy változzanak dolgok az életébe. Például, aminek meg kell változzon, hogy eddig a saját elgondolásaink, a saját elgondolásainkat törekedtük megvalósítani. Azt akartuk csinálni, amit mi akartunk csinálni. A bűnös természetünknek voltak kívánságai, a, ahogy itt mondja az ige, hogy e, igyekeztünk elérni a régi természetünk, hogy e, igyekeztünk elérni amit a régi természetünk megkívánt. A régi természetünk, a bűnös természetünk megkívánt dolgokat. Ezt akartuk elérni. És a saját gondolataink után mentünk, és azt akartuk, amit mi akartunk. De ha elfogadjuk Jézus Krisztust, ha megtérünk Istenhez, akkor azt mondjuk igaz, hogy ő lesz, ami királyunk, ő lesz, ami urunk, ő lesz, ami, csúnya szóval élek most, parancsolunk. Én emlékszem, hogy Erdélyben, amikor felnőttem vidéken, gyakran hívták úgy a feleségek, a férjüket, hogy az én uram. Azt mondta az uram, megyek haza az uramhoz. Így, így hívták, hogy az uramhoz. És azért is hívták így, mert az ura meg is mondta neki, hogy mit csináljon néha. Mert ő parancsolt neki, ő meg megtette, és elfogadta ezt a pozíciót, hogy a férje feje a házasságnak, ő meg alá van rendelve, és ezzel nincsen baj. Oké. Okay. Az úr, ő az, aki parancsol nekünk, aki mond nekünk dolgokat. Arról beszélünk ma egy kicsit, és így vizsgáljuk az igéket, hogy mit jelent szeretni az urat. És uh, itt néztük azt, hogy például akik nem engedelmeskednek neki, azok gonosz szellemeknek engedelmeskednek, amilyenek voltunk mi is, de Isten megszabadított. Krisztussal együtt egy új életet adott, és ennek az új életnek kell, hogy legyen hatása ránk, mégpedig az, hogy megszűnünk saját magunknak élni, megszűnünk a saját gondolatainkat megvalósítani, és a saját régi természetünket megelégíteni, hanem mi lesz innentől kezdve a célunk. Én emlékszem arra, amikor habár keresztény voltam, de még nem érintette meg igazán Jézus a szívemet, Eljártam templomba, eljártam a gyülekezetbe, tetszett, örültem neki, jól éreztem magam, és ennyi. Nem jelentett igazán sokat a számomra. Nem tettem pénzt bele, nem adtam pénzt igazán, csak ilyen borravalót talán időnként azt is. És nem volt igazán fontos a számomra, ha őszinte akarok lenni. Hogy ez úgy Tetszett, jó volt, szép volt, jól éreztem magam, de nem volt fontos nekem. Egy nap, Jézus, amikor Wolfsburgba voltunk egy konferencia előtt, megérintette a szívemet. Ebéd közben beszélgettem egy testvéremmel, de olyan volt egy idő után, mintha nem őt hallanám, hanem Jézus szólna konkrétan rajta keresztül. És amit hallottam, az egyből szíven ütött, és néztem. Ugyanezt az üzenetet én már. Több százszor hallhattam, de nem jutott el a szívem, még nem érintette meg a szívemet. Amikor megérintette a szívemet, hogy mit tett Jézus, hogy ő meghalt, értem. Hogy nekem tényleg meg kellett volna halljak, amit itt olvastunk. Hogy Isten jogos haragja várt ránk, ahogy mindenki másra is. És hogy én a halál fia voltam, de Isten úgy szeretett, hogy helyettem Jézus meghalt, és így nekem nem kell. Hogy ő ment a pokolba helyettem és nekem nem kell. És amikor ezt megértettem, megfordult bennem valami. Eddig nem érdekelt igazán Isten, meg a dolgai, meg semmi. Hát úgy jó volt, jól érzem magam. Hirtelen megváltozott minden. Egy pillanat volt az egész az én életemben. Innentől kezdve már nem érdekelt az, ami addig érdekelt, hogy Németország, meg váó, wow, meg nézzük meg, hanem az érdekelt, hogy vajon Isten mit akar. Isten kezdett el igazán érdekelni. És hiszem azt, hogy ha bármelyikünket megérinti igazán Jézus Krisztus, akkor egy fordulat történik az életünkben, megszűnünk a saját akaratainkat teljesíteni, a saját gondolatainkat, a saját elképzeléseinket, és elkezdünk oda menni Istenhez, hogy vajon ő mit akar. Vajon mi okoz neki örömet? Vajon ha ő ennyire szeretett engem, akkor én hogy tudom őt viszont szeretni? És amikor látjuk, hogy Isten ennek örül, most megyünk el a János Evangélium 14-re, akkor csak egy kérdés marad, hogy átjárta eléggé téged Istennek a szeretete, annyira, hogy akart kifejezni a számára azt, hogy te szereted őt. Hiszem azt, hogy nagyon sokat jelent, és nagyon sokat segít az, hogyha felismered azt, hogy mennyi mindenben segít téged Isten nap, mint nap. Igen, szeretett Isten annyira, hogy megváltott. Halleluja! És ez a legnagyobb dolog, és ez a legnagyobb csoda. De ugye mindannyian tudatában vagyunk annak, amit Isten ígé a Jakab levelében mond, hogy minden jó és tökéletes ajándék az felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Magyarul minden, ami jó az életedben, abba benne van Istenek a keze. Ha egészséges vagy, kinek köszönhető? Mondhatod, hogy azért, mert én egészségesen táplálkozom, vigyázok magamra, stb. Vannak ilyenek, akik ugyanezt teszik, és elkapták a covid és sajnos ismerek olyat is, akinek a egészséges, sportos, fiatal ember, akinek a tüdejének a 35%-a elhalt, és oxigénpalackon van otthon, igyekezett vigyázni magára. Az, hogy egészséges vagy, Istennek köszönhető. Isten kegyelméből vagy egészséges, az, hogy megmentett téged, megszabadított, vagy átsegített nehéz helyzeteken, ezt mind ő tette. Nem utolsó sorba, akár gyerek vagy, akár fiatal vagy, és négy-öt éves vagy, akár 40-50, akár hány éves vagy, az életet, azt, hogy te fölkeltél ma, azt Isten adta. Amen. Az erőt, hogy van erőd, azt, hogy az elmét tökéletesen működik, tudod használni az elmédet, tudsz gondolkodni, Isten adta. Nagyon sokat segít az, hogyha az ember uh, tudatosítja magában azt, hogy Isten nem csak hogy megteremtett, de ő az, aki fenntart bennünket. Ő az, aki adja az életet, Őtőle jönnek jó lehetőségek az életünkbe, őtőle van az, hogy érezzük az ízeket, érezzük az illatokat, látjuk a gyönyörű színeket, hogy élvezni tudjuk az életet, Amen. Annyi mindent tesz Isten értünk. És hogy ilyen csodálatosan teremtett meg, hogyha betegek leszünk, meggyógyulhatunk, hogy helyre állhatunk, hogy regenerálódhatunk. Ez mind tőle van, és jó tudni azt, hogy Isten nem csak annyira segített, nem csak annyira szeretett, hogy 2000 évvel ezelőtt elküldte Jézust, aztán azóta ránk se bagózik. Ez nem igaz. Akkor ennyire szeretett, és azóta is. Azt mondja, hogy kérhetünk tőle a Jézus nevében, és ő megadja. Halleluja. Hányan szoktatok kérni? Miért? Mert miután rájöttél arra, hogy hogyan kell jól kérni, rájöhetsz arra, hogy Isten meghallgatja az imádat. Isten megválaszolja az imádat. Én szoktam néha kérni a gyerekeket, hogyha, hogyha valamim fáj, hogy imádkozzanak értem. Valamelyik nap is uh, munka közben nagyon megszomjaztam, és vettem egy innivalót, és megittam. Nem volt túl hideg, de nem esett jól a torkomnak, és elkezdett fájni itt a torkom. De úgy estére úgy nagyon be is dagadt, és nagyon rosszul voltam, és hozzá se tudtam érni. Megkértem az egyik kislányunkat, hogy legyen kedves, imádkozzon már értem. Aztán jött még egy, aki ráadásból, ő is imádkozott, pedig mondtam, nekem elég az egyiknek a hite, az bőven elég nagy hitük van. Reggelre jól voltam. Jobban voltam. Nem volt tökéletes, de 95%-ra elmúlt. És Köszönöm Istennek, hogy van ilyen lehetőség, hogy ha valami történik, ő meggyógyít, úgyhogy ő nem csak szeretett, hanem ő szeretett, és szeret, és szeretni is fog. Amen. És ezt jó ha tudjuk. János Evangélium, 14. fejezet, és nézzük meg a 20 20 20. Egyes verset. Azt mondja itt Isten igye, Jézus mondja ezt egyébként, hogy aki ismeri parancsolataimat, én az egyszerűből olvasom, és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Tehát mielőtt tovább mennénk, ezt elolvasom még egyszer. Aki ismeri parancsaimat, és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Ahogy mondtátok. Ha ismerem őt, ismerem az ő parancsolatait, és megteszem ezeket, engedelmes vagyok, cselekszem ezeket, akkor szeretem Jézust. Jézus, az Atya és a Szent Szellem, ők hárman egyek, Jézus, Isten. Ha szeretni akarod Istent, akkor azt kell tenned, ugye, hogy megismered az ő parancsait, és engedelmeskedsz nekik. Roppant egyszerű. Olvassuk tovább. Tehát aki ismeri az én parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán, aki pedig engem szeret, az atyám is szereti, és én is szeretem. Ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. Halleluja! Én hiszem azt, hogy minden hívő szívébe ott ég az a vágy, hogy mélyebben és jobban és még valóságosabban megismerje Jézust. Amen. Hányatokban van ott ez a vágy, hogy én akarom őt jobban megismerni. Én akarom őt, én akarom, hogy ő valóságos legyen a számomra. A, a mi fordításunkban egyébként az is nagyon tetszik, hogyha megtalálom persze, És akkor még van a bővített fordítás, ami egyszerűen fantasztikusan jó. Ez az igevers. Jaj, összekevertem a fejezetet az verse <laughs> Igen, ott is azt mutatja, hogy én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. A bővített fordítás szerint a vége így van ennek az igeversnek, hogy valóságosá teszem magam annak. Valóságosát teszem magam annak. Nagyon sok ember van, aki hallott Jézusról. Nagyon sok keresztény van, aki volt első áldozó, bérmálkozó, mindenféle volt, amit lehetett, és, és ennek ellenére nincs személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Szeretnétek őt jobban megismerni? Akár gyerekek, szeretnétek őt jobban megismerni? Mit kell tegyél? Elolvasom még egyszer. Nagyon figyeljetek, mert ha hazamegyünk innen, és elkezditek ezt cselekedni, akkor bizony-bizony készüljetek fel, mert valami fog történni veletek. Meg fogjátok ismerni jobban Jézust. Tehát, még egyszer olvasom. Aki ismeri parancsaimat, és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, azt Atyám is szereti, és én is szeretem. Ezért megmutatom és kielentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem. Halleluja! Ha akarod, hogy izgalmas legyen az életed, ha akarod érezni azt, hogy Isten szeret téged, szeretnéd ezt érezni? Nagyon egyszerű dolgod van. Ismerd meg, hogy mit parancsol Jézus, mit mond neked Jézus, és kezd el cselekedni. Légy engedelmes neki. És tudjátok, hogy mi a baj? Hogy nekünk hívőknek ez ilyen egyszerű, oké, okay, de amikor oda kerülünk, hogy ezt meg, meg is cselekedjük, akkor nagyon sokszor elkezdünk mérlegelni. Igen, de... Ha én ezt megteszem, és tudjátok, hogy mi lesz? A helyzet az, hogy ára lesz a te engedelmességednek. Például, amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek szerte világra és hirdessétek az evangéliumot. Nem nagy ügy, csak bizonyságot kell tenni az embereknek, hogy Jézus él. Igen, de ha a munkahelyemen elkezdek beszélni erről, hülyének fognak nézni, azt mondják, hogy én is ilyen fanatikus, szektás vagyok, és lehet, hogy így lesz. És akkor ez megakadályoz abban, hogy én beszéljek Jézusról a munkahelyemen? Mi a legfontosabb? Az fontosabb, hogy a munkahelyemen tiszteljenek, azt gondolják, hogy én egy rendes ember vagyok, nem vagyok ilyen hülye szektárs, meg ilyen, izé, hanem, hanem én egy egyszerű, ügyes, szorgalmas, átlag ember vagyok. A, az a fontos, hogy ezt gondolják rólam, vagy az a fontos nekem, hogy legyek engedelmes az én uramnak, ugye, akit megvallottam az életem urának, aki parancsolhat nekem, én elfogadtam őt, hogy ő lesz az én uram, aki parancsolhat nekem, senki nem parancsolhat nekem, csak Isten, de ő igen, akkor ha ő ezt parancsolja nekem, akkor felülírhatom-e így, hogy azt mondom, de uram, hülyének fognak nézni az iskolába. Beszélhetek Jézusról az iskolába? Mit fognak gondolni rólam? Nem mindegy. Így is, úgy is gondolnak rólam dolgokat. Akkor miért ne legyek engedelmes Istennek? Tudjátok, hogy mi az érdekes? hogy néha elég bonyolult az embereknek a kedvére tenni. Főleg, ha egy tömegnek akarsz a kedvére lenni, komoly kihívás előtt vagy, mert bármit teszel, lesznek emberek, akiknek tetszeni fog, és lesznek emberek, akiknek nem. És egyszerre nem fogsz tudni megfelelni mindenkinek. De a jó hírem az, hú, és ez tényleg jó hír, hogy Isten nem változik, ha ő azt mondta, hogy ezt tetszik nekem, ha te ezt megteszed, akkor igazán szeretsz ezzel engem, de ha te igazán szeretsz engem, én is igazán szeretlek téged, szeretve leszel az atyától. Érezni fogod azt, hogy ő szeret téged. Tehát amikor megtudod azt, hogy mit akar tőled Jézus, mit mond neked Isten igéje, mert Jézus a testéletige, és te ennek engedelmeskedsz, ezzel kifejezed a szeretetedet. Mi történik, ha nem engedelmeskedünk Istennek? Mit mondott az Ige? Akkor valami másnak engedelmeskedünk? Gonosz szellemnek engedelmeskedünk. Tudom, hogy ez nagyon erős, de ezt az Efésusiakhoz írt levél mondja az Új Szövetségbe. És hogyha, hogyha ki akarom fejezni a szeretetemet, akkor arra kell törekedjek, hogy minél inkább engedelmeskedjek neki. De miután valaki megismeri Jézust, rájön arra, és hányan vagytok már így, hogy idáig, amiben engedelmeskedtetek Jézusnak, azt nem bántátok meg. Van-e valaki így? Hogy megtetted ugyan, engedelmeskedtél, lehet, hogy voltak előtte gondolataid, kételjeid, hogy jó lesz-e ez így, de érezted a szívedbe, hogy ezt meg kéne tenni, és megtetted, és ennek áldások követtek. Tehát ezt a cselekedeteidet áldások követték az életedben. Voltatok már így? Nem elég az, hogy áldások követik, hanem tudjátok, mi a legnagyobb áldás? hogy te érezni tudod Istennek a szeretetét. Én azt gondolom, tapasztalatból mondom, hogy nincs jobb mint amikor azt érzem, hogy Isten elégedett velem. Amikor azt érzem, hogy Isten szeret engem. És Isten nem csak akkor szeret téged, amikor mindent jól teszel. Amikor mindent pontról pontra betartasz. Isten mindig szeret téged. Ha elrontod, ha engedetlen vagy, ha morcos vagy, ha kiestél a szeretetből, ő nem fog megszűnni szeretni téged. De lehet, hogy te úgy fogod érezni, hogy most nem nagyon szeret. És a lelkiismeretet fog vádolni téged. De Isten azt szeretné, hogy a legfontosabb, a legfontosabb az egész életben, hogy szeresd Istent. Istent szeretni pedig azt jelenti, hogy megismerni őt, és azt, amit ő parancsol nekünk, és ezt megtenni, engedelmesnek lenni neki. És tudjátok, ilyenkor, amikor megtudod valamiről, hogy mit mond Isten az életed, hogy, hogy ezt kéne tenned, akkor nagyon bölcsent teszed, ha nem kezdesz el gondolkodni, hogy igen, de akkor ez, meg ez, meg ez, meg ez. És fölsorakoztathatsz magadnak érveket, és lehet, hogy meggyőzöd magad abban, hogy miért ne engedelmeskedj Jézusnak. Én arra bátorítalak, hogy próbáld ki, hogy minél több területen, minél inkább, ahogy tudod, kezd el alkalmazni azt, amit ő parancsolt neked, amit ő mond neked, hogy ezt így vagy úgy tedd, és ahogy ezt teszed, figyeld meg a következményeket. Nézd meg, hogy mi lesz ennek a hatása az életedre, mert azt fogod látni, hogy először is jön egy, egy, egy ilyen belső tudás, egy tudás, egy érzés, hogy te szeretve vagy Istentől. Hogy Isten szeret téged. És ez fantasztikus dolog. Amen. Ez egy olyan fantasztikus dolog, amit nem tudsz semmivel helyettesíteni, hogy érzed azt, hogy Isten szeret. Érzed, hogy Isten szeret. De nem csak, hogy szeret, hanem azt mondja, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ezért megmutatom, kijelentem neki magamat hogy igazán megismerjen engem. Igazán. Amikor igazán ismered Jézust, akkor eltűnnek a kételyek, akkor ezeknek az érveléseknek nem marad már hely a szívedben, hanem könnyedén fogsz tudni engedelmeskedni Istennek. Egy pillanatra lapozzunk el, kérlek, az egy Jánosra. <tosz> <tosz> Az ötödik fejezetre, 1 János 5. És nézzük meg az első három verset. Azt mondja itt az ige, hogy mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Halleluja! És mindenki, aki szereti a szülőt, az az Istent, azt is szereti, aki attól született, azaz Jézust. Igaz? Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsait megtartjuk. Mert az, Isten, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és most figyeljetek, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Hát, lehet, hogy ezzel vitatkozni támadna kedvünk hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Az ő parancsolatai nem nehezek. Lehet, hogy vitatkozni támadnak kedvünk ezzel, hogy vajon tényleg nehezek -e az ő parancsolatai, vagy nem. A jó hír az, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. Tehát ha a saját erődből akarod megtenni, nem hogy nehéz, lehetetlen. Nem tudod megtenni. De ő veled van ő késztet, azt mondja, hogy ő munkája mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő jó kedvéből, tehát Isten az ő jó kedvéből ad egy vágyat a szívedbe. Mit szólsz, ha ennek engedelmeskednél? Szeretném, hogy ezt tedd meg nekem. És akkor kimunkálja benned az akarást, hogy már eljutottál oda, hogy igen, akarod, és akkor utána segít neked a cselekvésbe is. Tudod, hogy mire van szükséged? hogy egyetértsél vele, hogy akard, amit ő akar. Ugyanis Isten a szabad akaratunkat nem vette el. Ő kimunkálja bennünk, és csak annyit kér, hogy legyél partner vele, te is akard, amit ő akar. És akkor ő jön, és segít neked, és meg tudod tenni. És az ő parancsai nem nehezek. Mint ahogy mondja Jézus, hogy gyertek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És én megnyugoszlak titeket és vegyétek fel magatokra az én igámat, jelképezve, hogy eddig valamilyen más igát vittetek, és az nehéz volt, és az megterhelt, és elfáradtatok, és belekeserettetek. de most vegyétek fel az én igámat. Vesd le azt az igát, amit eddig hordtál, és vedd fel az én igámat. Mert az én igám, az gyönyörűséges, és könnyű. Az ő terhet gyönyörűséges, az ő igája gyönyörűséges, és könnyű. Tehát amikor amikor eljutsz oda, hogy te meg akarod tenni, amit ő mond neked, akkor ez tulajdonképpen könnyű lesz. Könnyű lesz. Azért lesz könnyű, mert ő adja a szívedbe az akarást, ő végzi a munkálást, a cselekedetet is, neked csak egy döntésre van szükséged. Arra van szükséged, hogy eldöntsd, hogy te ezt meg akarod tenni, hogy igen, szeretném. Jézus azt mondja Isten igé, hogy, hogy mindenki, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Akarsz üdvözülni? Akarsz örök életet? És akkor neked kell kimondani, hogy igen vagy nem. Ha igen, akkor ez minden. Azt mondod, hogy igen, akarom ezt, köszönöm, és elfogadod Istentől az örök életet. Azt mondod, hagyj el a hülyeséggel, oké, a te döntésed volt, akkor, akkor ez nem lesz a tiéd. Tehát Istennél így működnek a dolgok, hogy ő arra vár, hogy te az akaratodat használva azt mondod, hogy igen, Uram. Most olvastam, azt hiszem, Márk evangéliumába, vagy Lukácsba, lehet, hogy már a Lukácsban, most a Lukácsnál tartok, kezdtem olvasni, hogy Zakariás, de nézzük is meg. Bár lehet, hogy itt az egyszerűből olvastam, megnézzük akkor ezt. Lukács Evangélium elején, a Lukács Evangélium első fejezet, és hát tízes nézzük meg. Miközben Zakariás a templomban az áldozati szertartást végezte, a nép pedig kint imádkozott, az örökkévaló egyik angyala megjelent, az illat áldozati oltár jobb oldalán Zakariás nagyon megdöbbent, és félelem fogta el. Az angyal azonban így bátorította, ne félj Zakariás, mert Isten meghallgatta az imádságodat, és feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit nevez Jánosnak, megszületésekor újongó öröm tölt be téged, és sokan fognak veled együtt örülni a megérkezésének, mert ez a fiú Isten nagy embere lesz, nem szabad bort vagy más részegítő italt innia, és már az édesanyja méhétől kezdve be fogja tölteni a Szent Szellem. Izrael népéből sokakat visszatérít majd az örökkévalóhoz, Istenükhöz. Ez a fiú az Úr előtt fog menni az illés szellemével és erejével, hogy az apák szívét a gyermekekhez fordítsa, hogy az engedetleneket bölcs és igazságos gondolkozásúvá tegye, és hogy az örökké való számára felkészítsen népét. Hát, Zakariás egy pap volt, én csak egy pásztor vagyok, de uh, ha nekem egy angyal megjelenne, és ezt mondanám valamelyik gyermekemről, én kiugranék a bőrömből. Hogy Isten nagy embere lesz az én gyermekem? Wow! És hogy sokakat fog Istenhez téríteni? Ó, oh, halleluja, dicsőség neked, atyám, és, és hogy az illés szellemével és erejével fog járni. Hú, mamám, ez igen, én örülnék. Erre nézzétek meg Zakariást. Zakariás így válaszolt az angyalnak. Egy angyalnak láttál már angyalt? Beszéltél már angyallal, aki szólt hozzád? Lehet, hogy igen, én még nem. De gondolj bele, amikor egy angyal valóságosan megjelenik, és elkezd neked szólni, és Isten üzenetét ho hozza, és te csak reszketsz, és le vagy döbben, vagy Úristen, Úristen, mit lát, ez egy angyal? Egy, tényleg, hú, és akkor erre Zakariás így válaszolt az angyalnak. Hogyan bizonyosodhatok meg, hogyan bizonyosodhatok meg felőle, hogy mindez valóban be fog teljesedni, hiszen öreg vagyok, és a feleségem is idős már. Mivel ez már ugye az új szövetség kapujában történt, nyilván ez a Zakariás prédikált egyszer-kétszer már Ábrahámról hogy Ábrahám idős volt, de Isten meglátogatta, és gyermeket adott neki, és ezért vagyunk mi zsidók, mert Isten adott neki gyermeket. Volt már ilyen. De én miről tudhatom ezt meg, kérdezi az angyalt, hogy lehet, hogy egy kicsit flagmán, hogy ugyan már, ezt most komolyan gondolt, honnan tudom, hogy ez most tényleg meg fog történni. <laughs> és akkor figyeljetek, az angyal ezt felelte. Én Gábriel vagyok, aki mindig Isten előtt állok hogy szolgálatára legyek, ő küldött hozzád, hogy beszéljek veled, és elhozzam ezt az örömhírt, de jól jegyezd meg most, jól jegyezd meg, most megnémulsz. És mindaddig nem tudsz beszélni, amíg ez meg nem történik, mivel nem hittél a szavamnak. Amit pedig mondtam, az a maga idejében maradéktalanul be fog teljesedni. Aztán vége lett a szolgálatának, a felesége teherbe esett, és keresztelő János elkezdett növekedni Erzsébetnek a pocakjába. Hasonló helyzet történt Máriával. Kicsit később olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy később, mikor Erzsébet már terhessége hatodik hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, kit Máriának hívtak. Ezt a lányt egy József nevű férfi, a Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökkévaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent és zavarban volt. Azon tűnődött vajon, mit jelentett ez a szokatlan köszöntés? De az angyal így folytatta ne félj Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Azt hiszem, hogy Isten azt akarja ma mondani nektek, mindannyiatoknak, hogy ne félj, mert nagyon kedves vagy Istennek. Amen. Nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám, áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevezel Jézusnak, ő hatalmas lesz. És a magasságos Isten fiának fog, fiának, Fogják hívni ősapájának, Dávidnak trónjára fog, fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottai fölött, és királyi uralma soha nem ér véget. Jézusnak egy királyi uralma van, ami soha nem ér véget. Mária ezt kérdezte, hogyan lehetséges ez, hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt, a Szent Szellem száll rád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged, ezért a gyermek, akit majd megszűz, szent lesz, és Isten fiának nevezik, nézd a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége hatodik hónapja. Időskora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, az örökkévaló szolgálója, szolgáló leánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Ezután az angyal elment. Nem mondott semmiet neki, hogy megnémulsz, meg nem tudsz szólalni addig, amíg ez megtörténik. Miért? Mária azt mondta először, hát én ezt nem értem. Hogy szülhetnék gyereket, amikor nem is vagyok terhes? Azt a nyugi, ez meg fog oldódni. És akkor Mária azt mondta, itt vagyok, az úr szolgáló leánya vagyok, legyen minden úgy, ahogy mondtad. Több se kellett az angyalnak, el is ment. Kész. Mission completed. Elvégezte a küldetését. Ez a különbség a te életedben is. Nem azt mondom, hogy ha nem engedelmeskedsz Istennek, vagy nem hiszel Istennek, akkor meg fogsz némulni de azt mindenképpen mondom, hogy kárát fogod látni. Én megfigyeltem azt, hogy amikor nem engedelmeskedek Istennek, azt mindig megbánom. Voltatok már itt is, hogy Isten indított valamire, érezted és minden, és kibeszélted magad belőle. És akkor rájötték később, hogy nem kellett volna. De ennek ellenére azért ezt még egyszer-kétszer megismételtük még, hogy biztos, ami biztos, hogy tényleg kell jó engedelmeskedni Istennek. A helyzet az, hogy mindig, amikor Isten vezet valamire, és te azt mondod, hogy jó, oké, rendben. Csináljuk azt, és neki látsz, és csinálod. Akkor ez azt fogja magával vonni, hogy először is te kifejezted, hogy Isten szereted. Ilyen egyszerűen. Bármit, amit felismertél Isten igébe, hogy ez Isten igen neked mondja, és te azt megteszed, akkor ezzel kifejezted, hogy szereted Istent. Halleluja. Cserébe, vagyis ennek következtében, inkább így mondanám, ennek következtében Isten éreztetni fogja veled azt, hogy ő is szeret téged. És egyre valóságosabb lesz Jézus a számodra. Minél inkább cselekszed azt, amit ő mond. Egyre valóságosabb lesz, egyre valóságosabb lesz. És amikor valóságos már Jézus a számodra, és ő mond neked valamit könnyű lesz engedelmeskedned, mert tudod, hogy szeret. Amen. És ez a kulcsa. Bármit mond, bármit parancsol, annak egy oka van, mert szeret Téged. Például ha én azt mondom a gyerekemnek, hogy néha szeretnek ilyen patkákon szaladgálni. És az még hagynám, hogy szaladgálnak a patkán, de versenyeznek. És néha ez egy kicsit így magasabb is, és versenyeznek. És szinte lögdösik lefele egymást. És amikor azt mondom neki, hogy szállj le azonnal, akkor ez nem tetszik nekik, de muszáj megtegyék, és azért mondom ezt nekik, mert nem szeretném, hogy fejjel bucskázzanak lefele, és összetörjék magukat. És amikor mondok nekik valamit, még ha ő azt úgy is érzi pillanatnyilag, hogy ez nem olyan nagy öröm neki, azért mondom, mert szeretem. Azért mondom, mert a javát szeretném. Azt szeretném, hogy neki jó legyen. A Biblia azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Amen. Ha ha én azért szólok rá a gyermekemre, mert szeretem őt, ha Isten rám szól, vajon miért szól rám? Ha Jézus indít valamire, hogy tegyen meg, miért indít? Mert szeret. Amen. És Isten bőségesen, gazdagon jutalmazza mindig az engedelmességet. Amen. A szívemből kérlek, szinte könyörgök arra, hogy ha megtudod valamiről, hogy Isten ezt mondja, hogy ezt ő így szeretné, hogy tedd az életedbe. Ne engedd magad kibeszélni belőle. Még egy részt azért felolvasnék az igéből zárásképpen. Ahogy mondtam korábban is, hogy amikor engedelmeskedsz Istennek, ez neked kerülni fog valamibe, igaz? Ennek ára lesz. Például így most a Covid időszak alatt volt valaki, akinek kiestek munkanapjai? Volt olyan, aki home office volt, vagy volt idő, amíg nem dolgozhatott, és kiestek napjai? Ezt csak azért kérdezem, hogy amikor kiesnek napjaid, amikor nem dolgozol, akkor szembesülsz azzal, hogy milyen az, amikor nem kapsz pénzt azokra a napokra, amikor nem dolgoztál. És érzed a hiányt, hogy mivel te nem dolgoztál, ez neked került valamibe, igaz? érzitek ezt, jól tudjátok, aki keresztül ment ilyenen, vagy bármilyen betegségen, és a betegség folytán nem tudott dolgozni, és csak fogyott-fogyott a pénze, vagy teljesen elfogyott a pénze, az tudja, hogy miről beszélünk. Amikor Jézus hívta a tanítványait, hogy kövessék őt, akkor ők ott hagytak mindent. Volt, aki jó fizető munkahelyet hagyott ott, mint Máté, volt, aki orvos volt, ott hagyott mindent, követte Jézust. Ezeknek az embereknek a bevételi forrásuk az úgy megszűnt. Nem tíz napra, nem két hétre, nem két hónapra, három és fél évre. Először. Nekik ez került valamibe. Hiszem, hogy megtalálom, amit keresek. És Hát többen voltak, akik így voltak, hogy hogy elhagytak mindent, és követték Jézust. Azt hiszem, hogy ezt a Máté evangéliumában láttam, de most nem találom. Azt keresem, hogy, hogy nincs senki, aki elhagyta apját, anyját, feleségét, gyermekeit. Szóljatok, ha valaki megtalálta. Én most bajba vagyok. gazdag ifjú esetében. Ó, köszönöm szépen. Márk Evangélium 10. Eddig itt voltam is, átlapoztam rajta. Igen. Tizedik fejezet, Márk Evangélium tizedik fejezet 28-as versétől. És Péter kezdeni mondani néki, ime mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem, és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Halleluja. Hisszük-e, amit Jézus itt most mondott? Ezek az emberek, akiket ő hívott, azzal, hogy követték, kiesett a bevételi forrásuk pár évre. És tudjátok mit? Nem volt gond nekik. Többre értékelték azt, hogy Jézussal lehetnek, mint a fizetésüket, amit a munkájukért kaptak. Ez nekik nagyobb érték volt. Mégis Jézus gondoskodott róluk, nem volt hiányuk semmiben. Viszont, ha te engedelmeskedni fogsz Istennek, könnyen lehet, hogy rövid távon ez neked veszteséget fog jelenteni. Ezt még egyszer mondom jó hangosan, hogy mindenki hallja. Amikor Jézus kér, hogy tegyél meg valamit, ha hagyd el a házadat, a szántóföldedet, ami a munkahelyet jelképezte, vagy akármi mást itt, amit mond, hogy fitestvéredet, nőtestvéredet, anyádat, apádat, vagy feleségedet, vagy gyermekeidet, vagy szántóföldjeidet, én érettem és az evangéliumért. Tehát Jézusért és az evangéliumért, ha bármit elhagysz, ha bármit feláldozol, ha bármit félreteszel, Jézus azt ígéri neked, hogy még ebben az időben kapsz százszor annyit, száz annyit. El tudod-e hinni? Jézus hív, hogy engedelmeskedj, hogy kövesd őt, hogy csináld azt, amit ő helyez a szívedre, de ez pénzbe kerül neked. Kiesik jövedelmed. Hív, hogy gyere, menjünk el evangélizálni. Igen, de az egy munkanap, és akkor nem tudok keresni. Vagy akkor szabadnapot kell kivegyek, akkor nem keresek pénzt. Igen, ezt te most elhagytad. De ez olyan, mint egy befektetés. Te ezt most befektetted Isten királyságába, amit Isten még ebben az időben százszorosan fog visszaadni neked. Amen. Lehet-e bármi olyan értékes a te számodra, hogy azt mondod, hogy nem érdekel, mit mond Jézus, én ezt akkor sem fogom megtenni, mert ez, mert ezt akkor sem fogom megtenni, mert ezt akkor sem fogom megtenni, mert én ezért dolgoztam egész életemben. Oké, egész életedben ezért dolgoztál, de nem hiszed el, hogy Isten valóban tud száz annyit adni neked? És ha nem tesszük meg, akkor nyilván ezzel ezt mondjuk, hogy nem hisszük. Mert ha hinnéd, akkor azt mondanád, melyik a jobb, egy vagy száz? Nem kell sokat gondolkodni rajta, igaz? Melyik a jobb, egy vagy száz? És hány prédikátort láttatok már, akik feláldozták az életüket? Mint akár Jim akit közelről ismertünk. És Isten megáldotta. És megáldotta, és megáldotta, és megáldotta. Mert ő elhagyott dolgokat, és Isten százszor annyit adott neki. És neked is. Nem kell, hogy pásztor legyél, nem kell, hogy nagy dolgokat tegyél, egy dolgot jót tegyél, hogy utat engedj annak, hogy ha így szeretett minket Isten, akkor nekünk is szeretnünk kéne őt, és akkor ezt hogy tudom kifejezni a mai üzenetünknek a lényege, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem igazán. Aki pedig igazán szeret engem, azt én is szeretem, az én atyám is szereti, és kijelentem magam annak, valóságosá teszem magam annak. Halleluja! Úgyhogy szeretni Istent annyira egyszerű, mint megtudni, hogy mit mond ő nekem, mit parancsol ő nekem, és szimplán egyszerűen a királyodnak, akit elfogadtál te saját magad, saját szabad akaratodból, hogy ő parancsolhat neked, hogy amikor ő parancsol valamit neked, akkor te azt mondod, hogy igen, uram, rendben, uram, úgy lesz, azt fogom tenni, meg fogom tenni, és ez feljogosítja Istent, hogy százszor annyit tudjon adni a te életedbe. Bármit, ami ez kerül neked, ez az engedelmesség, amit te félretettél. El fog telni idő, nem a jövő héten fogod megkapni a százszorosát, de még ebben az életben meg fogod kapni. Amen. Halleluja. Hát hiszem azt, hogy, hogy, hogy ez segíteni fog nekünk abba, hogy megértsük azt, hogy Istennek engedelmeskedni nem nehéz. Amen. De egy döntésre szükség van. Tudjátok, néha a gyerekek is szégyenlősek. Akarod, hogy valamit csináljon, amit meg tud csinálni könnyedén, ha akar? És néha mondjuk, mm -mm. <laughs> Nagyon kedvesen. Mm -mm. No, no. Nem. Nem tudom, hogy van-e valami, ami egy szülőnek rosszabbul tud esni, mint amikor kér valamit a gyermekétől, és a gyermek azt mondja, mm -mm. Mi pedig Isten gyermekei vagyunk, igaz? Isten kér tőlünk valamit. Mm -mm. <laughs> és az úr azt mondja, hogy tudnám rávenni, hogy engedelmes legyen? Mert ha engedelmes lesz, én olyan dolgokat tudok neki mutatni. Olyan helyre tudom vezetni, olyan fantasztikus lesz az élete, de ehhez kell, hogy engedelmeskedjen. Mert én vezetni tudom. Nagyon tetszett, ma olvastam megint az igét, és, és azt mondja, hogy Jézus előttük ment fel Jeruzsálembe. Beszéltek valamit, és akkor ment Jézus elől. Ha valaki itt, itt ül az első sorba, vagy itt áll, és amikor dicsérünk, akkor olyan furcsa, hogy senki nincs előtted, akit látná, hogy ő is felteszi a kezét, ő is dicséri az Urat, és úgy <coughs> mások látnak téged, te nem látsz senkit. Ő elől ment. Ő vezette őket. Ő mondta nekik, hogy gyertek, kövessetek engem. De nem volt kötelező senkinek, de aki úgy döntött, hogy követte őt, az áldott lett. Halleluja. És Jézus ma is ezt teszi. Hív, gyere! Nem kötelez, nem kényszerít, nem erőlteti rád. Hív. Igen, uram, de ez ebbe fog kerülni. És mondja, tudom, de mégis gyere, te megértem. De, uram, ez nagyon sokba kerül nekem. Tudom, tudom, tudom és ha ráveszed magad mégis, hogy megteszed, új, azt mondja, na fiam, na lányom, na most készülj fel, kösd a biztonsági mert ami most jön, te egy hátast, és elkezdik kiárasztani rád az áldásait, és tudod, Istennek az a vágya, hogy rá tudja árasztani az áldásait, hogy lásson téged gyarapodni, hogy lásson téged boldognak lenni, hogy lásson téged egészségesnek lenni, hogy lásson téged mások számára áldásnak lenni. Amen. És ehhez tudod, mire van neki szüksége? A te, meg az én engedelmességünkre. Hogy tegyük meg, amikor mond valamit nekünk. Amire vezet, amire indít, akkor mondjuk azt, hogy hát, és tudjátok, mit én mindig azt tapasztalom, hogyha tényleg Isten indít valamire, szinte mindig arra jövök rá, hogy hát én ezt nem tudom megtenni. Ugye ez túl nagy, ez túl nehéz, ne... mert magamtól akarom megtenni, de nem magamtól kell megtennem. És amikor azt mondom, hogy Uram, én úgy érzem, hogy én erre képtelen vagyok, de itt vagyok. Mint ahogy Mária mondta, hogy itt van az Úrnak a szolgáló, le legyen úgy, ahogy te mondod. Én nem tudom, mit kell tegyek ehhez, de majd te intézed. Legyen úgy. Én azt mondom, hogy legyen úgy. Amikor Isten kér tőled valamit, ondas te is. Oké. <kül> legyen úgy. Legyen úgy. Amen. 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 Halleluja. Hmm. Halleluja. Hát ez volt most a szívemben. És uh, én imádkozni szeretnék értetek, és magamért is. A Biblia beszél ilyenről, azt hiszem, hogy Dávid király mondta, hogy tisztítsd meg a szívemet, Uram, és az engedelmesség szellemével támogass engem. Ugye az engedelmesség szelleme, ez egy, ez egy hozzáállás, egy gondolkodásmód, hogy igen, én engedelmes vagyok. Régen az Úr tanított ezzel kapcsolatban, és megértette velem, hogy nem tudok okosabb lenni, mint ő, nem tudok jobb dolgot kitalálni, mint ő, és a legbölcsebb dolog, amit tehetek, ha engedelmes vagyok. És akárhányszor megtettem, ezt mindig kifizetődött ez a dolog. Mindig gyümölcsöző volt, mindig áldottabb lettem. Sose, még ha került is rövid távon valamiben, hosszú távon mindig többet hozott, mint ami bekerült. Sokkal. Befektetsz Isten királyságába mindig, amikor engedelmes vagy Jézusnak, amikor a szentszere indít valamire is azt megteszed akkor Isten lehetőséget kap, hogy rád az áldásait. Amen. Úgyhogy én azért szeretnék imádkozni, és ha szeretnéd, akkor majd mondj egy ámment a végén, hogy Isten munkálja bennünk ezt az engedelmességet, hogy, hogy, segítsen nekünk ebbe, hogy könnyen tudjuk, hogy munkálja bennünk az akarást, és munkálja a cselekvést az ő jó kedvéből, és segítsen nekünk igen mondani, amikor szükség van rá. Vagy ha valamit ő megtilt, akkor tudjuk azt mondani, hogy hát akkor én nem akarom ezt megtenni. Ha ezt te se akarod, Uram, ezt én sem akarom. De ha te ezt akarod, Uram, akkor én is akarom. Nem tudom, hogy hogy, de itt vagyok, Uram, legyen, ahogy te szeretnéd. Jó? Ezért szeretnék imádkozni. Értetek, azokért, akik az interneten néznek, ha szeretnéd, hogy az életed egy kicsit izgalmasabb legyen, mert unatkozol, kezdj el engedelmeskedni Istennek. Garantálom, hogy nem lesz unalmas az életed. Halleluja! Drága édesatya. én nagyon köszönöm ezt a mai üzenetet, köszönöm, hogy hozzám is szóltál, és köszönöm, Uram, hogy, hogy te formálod, lágyítod mindannyiunknak a szívét, Uram. Azt mondod az igébe, hogy te munkálod mind az akarást, mind a cselekvést, ami életünkbe a te jó kedvedből. Uram, kérlek, hogy munkáld ezt, munkáld a, az akarást, hogy akarjuk, amit te akarsz, és hogy Tegyük meg, amit te szeretné, hogy megtegyünk. Ezt a te jó kedvedből, kérlek, uram, hogy munkált bennünk. Kérlek, uram, hogy tisztítsd meg a szívünket, adj nekünk tiszta szívet, és az engedelmesség szellemével kérlek, uram, hogy támogass bennünket. Hogy lehessünk olyan gyermekeid, akire büszke vagy, akit amikor hívsz, mi azt mondjuk, hogy itt vagyunk, uram, és jövünk. Amikor azt mondod valamire, hogy ezt nem kéne megtenni, akkor mondjuk azt, hogy oké, uram, nem is akartam, nem nem, nem akarom én ezt megtenni. Amikor azt mondod valamire, hogy ezt szeretném, hogy megted, akkor segíts nekünk, hogy engedelmeskedni tudjunk neked is. Tegyük meg, amit te szeretnél, uram. Köszönjük, uram, hogy a te parancsolataid nem nehezek. És köszönjük, uram, hogy ugyanakkor te valóságosá válsz a számunkra, uram. A Jézus nevében kérem ezt mindazok számára, akik itt vannak, hallanak az én életembe, a családunk életébe, a gyülekezet életébe, az internet hallgatóságban, bárki, aki ezt hallgatja, Uram, kérlek, hogy tedd meg nekik is a Jézus Krisztus szent nevében, és a tiéd legyen, Uram, minden, minden, minden dicsőség az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.